Isten lelke legyen közöttünk áldásában, és legyen rajtunk az ő áldása. Isten tiszteletünk kezdetén 89. Zsoltárunkat, Zsoltárunk első versét énekeljük. Így kezdődik Zsoltárunk első verse, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Zsoltárunk első versét fennállva. Thank you.
ünneplő gyülekezet minden tagját az apostol köszöntésével köszöntöm, aki így szólt: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szóljon közöttünk mindenek előtt Istennek igéje, abból az ige szakaszból, amelyet mai napra Biblia olvasó kalauzunk jelölt ki számunkra, Péter első leveléből, Péter első levelének első részéből, a 3. verstől a 9. versig terjedő ige szakaszból. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg, mint tanít Istennek szava. Istennek igéje a megnevezett igehelyről, Péter apostol első levelének első részéből, a 3. verstől a 9. versig így szól: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való föltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni egy kissé, megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon arra a dicsőségre, tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Hallottuk Istennek szavát, gyertek, válaszoljuk megszólító szavára, emeljük lelkünket a mi Urunkhoz, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, hálás szívvel állunk meg előtted, hogy ebben a világban a fény fölragyog, a lelkek világában is fölragyog a te igédnek világossága. Kérjük, Urunk, Atyánk, küld el szent lelket, aki megvilágosítja elménket, hogy értsük szabadat. Urunk Jézus Krisztus, nyisd meg szívünket, hogy megnyithassuk, és ott a te szabad által lakozást vehess. És kérünk, Szentlélek Isten, amint ígéretünk is van rá, hogy ahol összegyűlnek a te nevedben, ott vagy, légy közöttünk áldásaiddal, világosságoddal, segítségeddel. Kérjük, hallgassd meg könyörgésünket, add meg igéd megértésének, befogadásának, újjászületésnek csodáját, légy közöttünk, áld meg mindannyiunkat. Amen. Kedves testvéreim, helyünket foglaljuk el, és hallgassuk meg gyermekeink ünnepi műsorát. Mégis is Jézusok, halleluja, halleluja.
Amelynek hírnöke vagyok, ti néktek jó, új hírt hozok. Oly boldogság hozó a hír, hogy lám énekmondásra bír. Egy kis dedecske születék, szűzasszonytól viselteték, olyan törékeny és finom, örömetek lesz ő bizony. Urunk, a Jézus Krisztus ez, minden bajokra írt szerez. Megváltótok csak ő lehet, álmossa minden vétket. Elhozza boldogságotok, miről Isten gondoskodott, hogy éltetek majd végtelen legyen velünk az égbe fenn. Uram, ki mindent alkottál, így kicsivé, hogy változál, hogy száraz fű a fekhelyed, miből barom, s szamár evett. Jól nézzétek meg jeleit, e rossz pólyát és jászlat itt. Ímé a kisded itt hever, ki egy világot tart, s emel. Legyünk mindjárt boldogok, s menjünk be, mint pásztorok, s lássuk az Úr ajándokát, ki nekünk adta szent fiát. Tekints belé, s csodált szívem, a jászlacskában kipihen, e szép fiúska kicsoda, a kedves kis Jézus maga. Dicső vendég Isten hozott, te a bűnös nem írtózott, eljössz, midőn bajban vagyok, hálát neked hogy adhatok. Rájuk béket tündököl. Szép karácsony éjszakén, hívó szívvel jelzem én, szívem mélyét járja át, Jézus nékem jó barát, ajkam vígan énekel, áldott légy Immanuel. Az asztalos műhelye. Volt egyszer nagyon régen egy kis faluban egy asztalos műhely. Egy szép napon, mi alatt az asztalos mester távol volt, a szerszámok nagy tanácskozást tartottak. Az ülés hosszú és élénk, helyenként már-már szenvedélyes volt. Arról folyt a szó, hogy a szerszámok tiszteletreméltó közösségéből néhány tagot ki kell zárni. Egyikük így vette át a szót. Ki kell zárnunk főrésznő? Mert halap és csikorgatja a fogait, az övé a föld legharapósabb természete. Egy másik közbeszólt. Nem tarthatjuk magunk között gyaluhunkat. Éles és szőrszálhasogató természete van, megtépáz mindent, amihez csak hozzájött. Karapács bátyánknak nehéz és erőszakos természete van, mondhatnánk verőlegény. Kiállhatatlan, ahogy állandóan csak üt, ver. Mindenkinek az idegére megy. Zárjuk ki. És a szögek? Hát lehet együtt élni ilyen szúrós népséggel? Tűnjetek el, és reszelő meg ráspa is. Velük élni egyenlő az állandó viszálykodással. És kárgáskeres mérlőt is, aki élete egyetlen értelmének tartja, hogy összekarnolja, akit legközelebb talál. Így vitatkoztak egyre ellenségesebben az asztalos szerszámai. Mindenki egyszerre beszélt. A kalapács ki akarta zárni reszelőt és a gyalút, ezek a maguk részéről a szögek és a kalapács kizárása mellett kardoskodtak, és így tovább. Az ülés végére mindenki kizárt mindenkit. A gyűlésnek az asztalos visszatérése vetett egy csapásra véget. Mindegyik szerszám elhallgatott, amikor a munkaasztalhoz látták közeledni a mestert. Az ember fogott egy deszkát, és elfűrészelte a harapós fűrésszel. Legyalulta a gyaluval, aki mindent megtépáz, amihez csak hozzáér. Rögtön ezután sorba akcióba lépett fejszenővér, aki durvasebbeket ejt, az érdes nyelvű ráspolynővér és a karcolós, karmolós méglihugocska. Az asztalos ezután a szúrós természetű szögfivéreket, majd az ütőverőkalapácsot vette kézbe. Valamennyi csúf természetű szerszámát arra használta fel, hogy egy bölcsőt fabrikáljon, egy gyönyörű bölcsőt egy megszülető gyermek befogadására, az élet befogadására.
Az asztalos szerszámai magukra maradva hagyják, hogy felülkerekedjék bennük az önzés és az ellenségeskedés. Emiatt csak egymás rossz tulajdonságait látják, és a végén mindannyian ki szeretnék zárni egymást. Az asztalos beavatkozása ébreszti rá őket egyéni tulajdonságaik hasznosságára, a gyűlöletesnek látott tulajdonságaik válnak a leghatékonyabb elemeivé annak, hogy együtt alkossanak egy remek művet. Köszönjük szépen a gyerekek műsorát, szeretettel és nagy áldással kívánok mindenkinek áldott ünnepeket, a Kálvin téri általános iskola tanulói. Köszönjük szépen a kísérletet a kántorunknak, és minden gyülekezeti tagnak, családtagnak áldott karácsonyt kívánunk, és legyen Isteni a dicsőség, Soli Deo Gloria. Természetesen mi is köszönjük a hitoktatónak, Ferencéné Csáki Anna Máriának a munkáját. Az ifjak, a gyermekek, gyermekisten tiszteletre, illetve foglalkozásra a gyülekezeti terembe kivonulnak, kivonulhatnak. Várják ott is őket szeretettel a kedves hitoktatók. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, napi igénkből olvasom az ige szakaszt, amiképpen fogalmaz Péter a már olvasott igerész az ő levelének első részéből, a 9. versből. Így ír az apostol, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kedves testvéreim, minden író, versíró írásai azért születnek meg, legyen akár az tudományos mű, legyen az akár lírai költemény, regények, novellák, mert ezen a világon az ember az anyagi világon túlmutató dolgokat keres. A mesék világától kezdve az emberi alkotások, képek, legyenek akár már barrang rajzok is, mind azért születtek meg, mert az ember tisztában van azzal, belül érzi, hogy több, mint csak egy élő test, egy hústest, ahogy fogalmaz a Szentírás.
És éppen ezért születtek írások, képek, töprenkedik a tudós, keresi, akár rakétákat küldve el a világűrbe az életnek csíráit és az élet értelmét. Advent második vasárnap Péter apostol azt mondja, elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A hívő ember, a hívő emberek, a Krisztusban hívő emberek megtalálják, megtalálták, fogalmaz az apostol, az ő céljukat hit által, és ez a cél pedig az üdvösség. Isten országában polgárjogot nyerni, hogyha ilyen jogi kifejezést szeretnénk alkotni, Isten országában otthon lenni. És akik ezt megérték és elérték, azok egy belső örömöt, egy belső nyugalmat élnek át, amelyet hordoznak szívükben. És akkor itt meg is kell állnunk, mert Péter apostol pontosan azért írja ezt a levelet, mert mégiscsak voltak olyanok, akik elkeseredtek és elszomorodtak. Ezért kell megírni, noha most elszomorodtatok, ezen örvendeztek, noha most egy kicsit megszomorodtatok különböző kísértések között. Az emberi világ ugyanis, a világ ellentmond a hit valóságának. Cáfolni igyekszik mindazt, amiben a hívő ember hisz, amit a hívő vall. Úgy gondolom, hogy jól értjük ezt, hiszen a mai világban, amikor körbe tekintünk, akkor valóban a hívő ember talán a legszomorúbb, neki kellene leginkább örvendeznie, de azt látjuk, hogy igen, a hívők, akik Istenben bíznak, talán a legszomorúbbak, mert nem csak amiatt szomorkodnak, hogy őket nem értik meg, hanem azt látják, hogy a világban, a körülöttünk élő ember világban, a körülöttünk létező világban egyre kevésbé érzik az emberek úgy, hogy szükségük van Jézus Krisztusra, az ő áldására. Sokszor elénk kerül, biztosan sokan gondolkodnak is rajta, én magam is így vagyok ezzel, hogy hogyan cserélik le a karácsony jelképeit. Mindenféle más dolog ebben a mai világban. Sőt, a héten hallottuk, hogy már magát a kifejezést is el akarják törölni, vagy át akarják formálni. Miért teszik ezt? Mert megtehetik. Mert a szívekben, az emberi élet eseményeiben már lassan fel sem tűnik, hogy a karácsonyt kiradírozzák, kiveszik, kilopják az emberek mindennapi életéből. Kezdődött úgy, hogy a különböző áruházláncok mindenféle akciókat indítottak. Zárójelbe jegyzem meg, semmi bajom, és nem is akarok, és nem is szeretnék az ajándékozás ellen beszélni. De ma már több szó esik a, nem is magyarul ráadásul, a nagy fekete péntekről, ugye a vásárlás, nagy kedvezmények és százalékok lehetőségéről, mint magáról az adventről, az advent második napjáról. De ezt csak zárójelbe jegyeztem meg. A világban kicsempészik az emberek szívéből a karácsonyt, és sokan észre sem veszik, de a hívő embernek ez egy újabb szomorúság. Szomorúság, hogy át kell élnie és meg kell élnie. Két dolgot szeretnék elmondani, mind a kettő az igéhez kapcsolódik, és mind a kettő fontos. Az apostol azt mondja, a ti megpróbált hitetek
sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Ez a mai világ mérlegre tesz hívőket, bennünket hívőket, templomba járó, Istenhez imádkozó embereket. És eszembe jutott egy régi történet, szinte mindnyájan tanultunk is róla. Valaki, ha van, de a fiatalok kimentek azért nem, mert még nem értek odáig a tananyagban, de majd ők is fognak. Archimédész törvénye. Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Ugye ez a kis versikés formában tanultuk meg, vagy legalábbis nálunk így lehetett megegyezni az általánosban. Ugye úgy történt a dolog, hogy második Herion király gyanakodott az ötvösére, egy koronát készítetett vele, és ahogy nézegette, nem tudjuk, hogy mi miatt, vagy a súlya talán, feltűnt neki, hogy vagy gyanús lett, hogy ez a korona, ez nem teljes arany. Ötvözhette az ötvös, és az arany egy részét hát eltette, ugye a korrupció, ha ma így hívják, akkor ott is volt azokban a világokban. És azt mondta Archimédésznek, hogy Archimédész, ne tedd tönkre a koronát, de tudd meg, hogy valóban aranyból van-e. Na hát, ugye akkor körülmények között ezt kideríteni nem volt könnyű, nyomozni Archimédész nem volt, ő tudós volt, és a legenda leírások szerint ugye, amikor fürdeni ment, akkor látta, hogy a víz megemelkedik, és akkor jött rá, hogy meg lehet mérni, hogy a korona vajon tiszta aranyból van-e, vagy ötvözve, mert bemerített egy koronát, ami aranyból volt, egy másikat, ami ezüstből, és a kettőt összevetve kiderült, hogy bizony az ötvös eltett a korona aranyából. Miért is mondom ezt a tűzben kipróbált arany? Mert a mi hitünk az számunkra olyan értékes, mint Herionnak volt az ő koronája. És most ebben a mai világban, ami Úrunk megmér bennünket, leméri, hogy a mi hitünk mennyi aranyat, mennyi szilárdságot tartalmaz. Vagyunk-e olyan szilárdak, hogy a mai világ nyomását kibírjuk. Ezért, bár szomorúságra késztet bennünket a tapasztalt világnak eseményei, nem szabad örvendezésünket feladni, reménységünket, és ennek a reménységnek gyújtottuk meg most a második gyertyáját. Ugye most értünk a advent második vasárnapján, az eljövetelre, Krisztus eljövetelére várás második vasárnapján. Megméretünk a hívő ember hite ebben a világban mindig mérlegre kerül. Mennyire bízik az ő Urában, Jézus Krisztusban? Élő reménység. Azt mondja, élő reménységetek van. És még egy dolgot szeretnék elmondani erről a reménységről. Talán olvasták, vagy hallották valakik. Bagdi Emőkével volt egy életmű riport, és ő sok mindent elmondott, egy részét gondolom már a kedves testvérek is ismerik, tudják, hallották. Volt azonban egy értékes mondat része, amikor a reménységről beszélt, és azt mondta, hogy a reménység a hívő ember lelki izomzata. A reménység a mi életünk, a mi hitünk izomzata. És ez megragadott, ez a gondolat, hogy valóban, ahol van reménység, ott van mozdulás. Ahol van reménység, ott az ember megmozdul. Ott nem lesz mozdulatlanná. A reménység mozgat bennünket. Úgy általában is a reménykedő ember cselekvő ember, de a hívő ember még inkább így van, mert őt pedig Krisztusba, Istenbe vetett reménysége mozdítja, és nem engedi, hogy reménytelenségbe süppedjen, és a reménytelenség felemésze, elszívja, tönkretegye lelki
és testi erejét. Igen, ő benne hisztek, mondja az apostol, nem látjátok, de hisztek belőle, hiszen újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való föltámadása által élő reménységre. Mondja ezt Péter, írja ezt Péter, aki maga is kifutott Krisztus sírjához, aki maga is átélte a reménytelenséget, bezárták az ajtókat, és egyszer csak arra riadtak föl, hogy Krisztus kopogtat, és megjelenik közöttük. Péter az, aki megtagadta Jézust, és mégis aztán meghalt érte, életét adta érte, és lett Róma városának első üspöke. Ez a reménység, ez a szilárd reménység vitte előre őt. Hitben való járásunk, hitünk, amely értékesebb az aranynál, és reménységünk, amely mozgat bennünket mindennél fontosabb, mert így érjük el hitünk célját, lelkünk üdvösségét. A világban élő ember, amikor kérdez, miért, miben hisztek, miért hisztek, akkor tudunk válaszolni. Krisztus Jézusban hiszünk, élő reménységünk van, és lelkünk örök üdvösséget ad. Hogy mi a dolgunk? Egy Krisztus utáni 7.-8. században élő kínai filozófus, vallástudor, talán van, aki hallgatja is Licsin mesternek a mondásait, és tanítványai kérdezték tőle, hogy mester, mielőtt eljön a világ vége, mit tehetünk? És azt mondta a mester, hogy reggelizzetek meg. Van, lesz, jön a világ vége. Bizonyosan jön. De az ember, és különösképpen a hívő embernek el kell végeznie mindezt, amit Isten rábízott. Ha jön a világ vége, ha nem jön, sokan kutatják, keresik, mindegy. A hívő ember számára Isten kezében tudja a maga életét, és a mindennapi munkáját pedig el kell végezze. Mert van mit tenni, és van mit cselekedni. Nem lehet azon sopánkodni, hogy jaj Istenem, itt a világ vége, jaj Istenem, az események micsoda fergeteges erővel tesznek tönkre családokat, nemzeteket, népeket. Igen, látjuk és tudjuk, beszélünk róla, de a feladatot, a munkát, amit tennünk kell, ami a mindennapok része, el kell végezni, és akkor teszünk a legtöbbet, ha ezeket hívő ember módjára megtesszük. És mondhatnám azt is, itt a templomban, hogy jön a világ vége, jön, mit tehetünk? Jöjjünk Isten igéje közelébe. Gyűjjünk össze, hogy tették ezt atyáink is, őseink is, hitben elődeink. Énekeljünk, imádkozzunk, olvassuk az ő igéjét. Mit tehet az ember? Elfogyasztja reggeliét, de ugyanígy a lelki táplálékot is magához veszi. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek szavával, minden igéjével. Ezért, bár úgy érezzük, és bizony nekem is van, most hadd tegyem első szám első személyébe olyan érzésem, mintha jönne és robogó léptekkel érkezne a világnak meg semmisülése, pusztulása, nem erre kell figyelnünk. Nem ezen kell keseregjünk, hanem amit
Istenünk ránk bízott, amit nekünk üzent, az ő fiában bízva, benne reménykedve el kell végeznünk dolgunkat. Hol a munkában, hol pedig a lelki élet területén, mások vigasztalásában, erősítésében, értük való imádságban. Úgy tegyük ezt, mint akik tudjuk, és olyan jó dolog, hogy múlt időben fogalmaz az apostol, mint akik elértétek, nem el fogjátok érni majd, ha úgy éltek, eléritek, hanem azt mondja, elértétek hitetek célját. Olyan áldott ajándék ez a biztató mondat, elértétek, ott vagytok, a tiétek, tudjátok, hívők, hogy a ti célotok be van töltve, mert megtaláltátok Istennek fiát, Jézus Krisztust. Mozdítson minket ez az élő reménység, vigyen előre a hitnek útján, a reménységben megmaradva végezhessük el szolgálatunkat most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, sok körülöttünk a hamis hit, sok körülöttünk a hamisított vallás, a hamisított szentírás, szentírásnak mondott könyv, és ezek csak úgy derülhetnek ki, hogy a mindennapok világába bemerítesz bennünket, sokszor a keserűség világába, a szomorúság világába is, Istenünk, de ha tűzben kipróbált hitünk van, ha aranyból van a mi hitünk, akkor súlya lesz mindannak, ahogy élünk, mindannak, amit mondunk. És kiderül, hogy nem csak a jó időben, a szép időben tart meg minket a mi hitünk, hanem a nehéz időkben is. És köszönjük, hogy mozdulhatunk, köszönjük, hogy adtad a reménységet a te fiad által, és ez a hitünk mozgat, mozdít bennünket. Mert a mozgás az élet, a mozdulatlanság a halál. Amíg van reménységünk, tőled kapott drága, élő hitünk, addig végezzük mindazt, amit ránk bíztál, elénk adtál feladatként. Így adunk hálát néked ma is, advent második vasárnapján, tudván, hogy bízhatunk erődben, bízhatunk megtartó szavadban, és bízhatunk abban, hogy a gyülekezet egymást számon tart, egymásért imádkozik, mert megtart minket a tőled kapott hitünk. Urunk, hallgass meg imádságainkat, annyi minden van, amiért könyörögnünk kell. A betegekért, a kórházban lélegeztetőgépen lévőkért, de azokért, akik őket ápolják, rájuk figyelnek. Nem kis munkával és fáradtsággal, de légy azokkal, akik aggódnak kórházban lévő szeretteikért. Kérünk, légy azokkal, akik otthon vannak, talán karanténban, aggodalmak közepette, ők maguk és családjaik is. Értük is imádkozunk. Imádkozunk mindannyiunkért, hogy ebben a világban találjuk meg a helyes válaszokat, és tegyük meg, ami a helyes, ami akaratod szerint való. Urunk, add, hogy ne veszítjük el reménységünket. Kérünk, légy intézményeinkkel, iskolánk, szociális intézményünk idősek otthonával is, mind a gyermekekkel, tanulókkal, lakókkal, mind a tanítókkal, és mind azokkal, akik gondjukat viselik az idős embernek. Légy családtagokkal, a gyülekezet, e város nagy családjával. Urunk Istenünk, add, hogy a karácsonyi fények ne csak a szemekbe tükröződjenek, de tükröződjenek a lelkekben is. Hallgass meg a kimondott szavakat és a lélekből hozott felsőhajtott imádságokat is. Te adj vigasztalódást a gyászolóknak, erősítsd hitüket mindazoknak, akik ott állnak sír mellett. Ott kellett megálljanak, és ott is kell majd megálljanak. Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk, maradj velünk, maradj közöttünk most és mindörökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon, ami Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül pedig ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Kedves testvéreim, leülve hallgassátok meg a gyülekezeti életünk történéseit, híreit. A gyászoló család iránti részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten, november 29-én hétfőn délután 1 órakor kísértük utolsó útjára Kolozsi József 76 éves testvérünket, aki Szondi utcán lakott. Hazatért testvérünknek az Úr adjon csendes pihenést, a gyászoló családtagoknak pedig ő adjon vigasztalódást az örök élet és a feltámadás reménységében. Gyászoló család részére emléklapot Isten tisztelet után fogunk átadni a lelkész hivatalban. Kedves testvéreim, 3 dolgot szeretnék még jelezni. Egyrészt felhívni a kedves testvérek figyelmét a szeretetszolgálat által indított adományozásra. A dobozok megérkeztek, de nem csak doboz lehet vinni, hanem magát, ha valaki az adományt behozza, akkor azt dobozoljuk. Tehát kérem, hogy aki szeretne adni természetbeni adományt, az juttassa el. Még a héten bizonyosan tart, úgy olvastam 15-éig az adakozási akció, de nyilván már láttam én is a televízió, illetve az interneten keresztül, hogy már osztják a dobozokat, osztják a csomagokat. Az adakozásra hívom fel ilyen formában is kedves testvéreim figyelmét. Szeretném jelezni, hogy úgy tűnik visszaállt a megszokott gyülekezeti rend, az ünnepi rend. Megkaptuk a legátus értesítését. Karácsonykor Isten adja, hogy így is legyen. Debreceni Ákos József, 5. éves teológus hallgató érkezik szolgálatra közénk. Fogadjuk őt és szolgálatát szeretettel. Legátusi adományokat pedig szeretettel várjuk kedves testvéreinktől. Végül szeretném jelezni, hogy akik eddig jelezték, kérték, a Bibliaolvasó Kalauz kalendárium megérkezett, de a rendelés folyamatos, tehát aki még nem rendelt, szerette rendelni, vagy esetleg többet kérne, plusz példányokat, az megteheti és megrendeljük. Szeretném jelezni azt is, többen kérdezték, jelezték, szeretnének vásárolni, hogy az új énekeskönyvünk december közepére érkezik meg a kiadó honlapján, aki rákattint, maga is olvashatja, a következő beérkező küldemények december közepére vannak előre jelezve, tehát egyelőre elfogytak, amik eddig meglettek rendelve, várjuk a következő szállítmányt, hogy aki szeretné, azok számára legyen kézben az új református énekeskönyv. Most pedig még a Isten tiszteletünk végén a régi énekeskönyv, használjuk ugye ezt, az énekeskönyvből a 301. adventi dicséretünknek énekeljük utolsó 3 versét, 301. dicséretünknek énekeljük 6., 7. és 8. versét, 301. dicséretünk 6. verse így kezdődik. Kérünk, Úristen, tégedet, erősíts meg, erősítsd meg híveidet. 301. dicséretünk 3 utolsó verszakát énekeljük.